A balesetet megelőzően a személyautó a megengedett 70 km/h helyett annál többet közlekedett, valamint a kettő fényszóró helyett egy világított. Az autóban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet. A vádlott nem adott elsőbbséget a tőle jobbról érkező kocsinak, ennek következtében az autó a járműszerelvénynek hajtott. A vádlott elmondta, a kereszteződés nehezen belátható a magas növényzet miatt. Onnan az hallgattorlát is gátolja a látást. Másik oldalra még egy nagy tábla is, egy hát is gátolják a látást. Előtte még állt az autó, engem sem valószínű, hogy van tisztán láthatott. Ennek ellenére a második itt végzett tanulvallomásában azt tudta mondani, hogy a stop táblánál állt, és onnan nézett körbe, és ő látott mindent. Látta, hogy két darab kompította jön az autó, de azért érdekes, hogy ekkora sebességgel jön valaki, akkor miért jön tompította? Személyautós sofőrje a megengedett 70 km/h jóval meghaladva közel 120-szal hajtott a mezőgazdasági járműbe és annak vontatmányába. A traktort vezető személy ügyvédje szerint az ügyfele nem hibás, mivel a kukorica miatt nem láthatta a nagy sebességgel érkező kocsit, a takarmányt a baleset után learadták. Jelenleg rendelkezésre álló bizonyítási kísérlet alkalmával jól láthatóan le lett aratva a termés, amire a bizonyítási kísérletet vagy helyszíni szemlét végezték. Fák, bokrok ki lettek vágva, tehát jobbra akadálytalanul a stopvonaltól el lehetett látni a Mercedes érkezési irányába. Ez a bizonyítási kísérlet alkalmatlan arra, hogy alátámassza, hogy a vádlott hogyan észlelhette a felé jobbról közeledő Mercedes személyautó. A tanú vallomásában elmondta, a traktor mögött haladt a kereszteződés irányába. Észlelte, hogy világít a szerelvény féklámpája, így ő is lassítani kezdett, majd a csatanásra lett figyelmes. Hozzátette, a nagy sebességgel jövő személyautóból csak a fénycsóvát látta. A karambol után beszélt a segélyhívó diszpécserével, majd a sérültek segítségére sietett. Nehéz volt, igen, nem volt paratiszpózusa, nem volt. A rajta fekvő az egy idősebbnek tűnő, testesebb ember, ő még erősen szuszogott. Őt megpróbáltam leszedni, de nem sikerült, és még kettőt törött, és ő is meghalt. Neki sem volt tovább karotisza. Akkor mentem a... Közben kiszállt a sofőr, és jajgatott a földön. Ott a tifolyt gázolajban, a többiek próbálták arrébb vinni. Szakértők bevonásával folytatódnak a tárgyalások az ügyben.